Köszöntelek benneteket szeretettel. A Úr fenyítéséről nagyon ritkán tanítok, de mint önálló kötelességem van tisztába tenni azt, hogy az emberek nagyon sokszor Istent vádolják azért, hogy miért engedte meg az ő életükbe a katasztrófát, szegénységet, betegséget, családi dolgokat és egyebeket. Azt szeretnék beszélni, hogy te hogyan gyengíted önmagad, és egyrészt az én tisztemről szeretnék én, mint őrálló, hogy mi az én kötelességem, hogy fegyek, gutítsak és bátorítsak. A teljes írás Istentől ítlete, és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Vagyis a Szentírás csodálatos az ige, élő, ható, elhat, a szellemnek, a léleknek, a velünknek a megoszlását megítéli a szívet. A teljes írás, az a Szent Írás foglalja magában, és azt mondja, hogy hasznos a tanításra, hogy az emberek képüljenek belőle, másrészt fedésre, megjobbításra, és igazságban való nevelésre is. Miért? Miért kell nekünk tanítani? Miért kell nekünk inteni, fedni, és az utakat megjobbítani? Az embereknek csak megmondjuk, hogy melyik a jó út. A választás úgyis a tiéd lesz, te aki hallgatsz, te aki látsz, te aki vagy megcselekszed, vagy nem. És miért? Hogy tökéletes legyél, mint Isten embere. Minden jó cselekedetre felkészített. Ha meggondolod, és meggondoljuk, itt ülünk egy páran, hogy vajon megtettük-e ezt, hogy tökéletes volt, ami cselekedettünk? Istennek a tetszésére? Tehát, ha megnézzük még a 4:1-5, kérlek azért az Isten, és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és az ő országára. Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan időbe, incs, fej, buzdíts, teljes béketüléssel és tanítással. Mert lesz idő, mikor az egészséges tanítást el nem szenvedheti, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mességhez odafordulnak. De te józan légy mindenekben, tarts ki a nehézségben, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd. No nézzük, még egy igény van, az őrállónak a kötelessége. Én is egy őrálló vagyok, és néha kell szólnom bizonyos dolgokért, és azt gondolják az emberek, hogy ehhez nincs jogom. De mint őrálló ellettem erre hívva, és hát meg kell tennem ezeket, ha Isten indít erre. Ezért ki a proféta könyve, 3. fejezet. Azt mondja, szólj az én szavaimmal. 16-27-ig. Bőn 7 nap múlva az Úr szava hozzám mondván. Embernek fia, őrálló uraként téged Izrael házának. Ha egy szót hallasz számból, incs meg őket az én nevemben. Olyan idők vannak mostanában, elmondom nektek, hogy nagyon jó hallok Istentől, és nagyon jól látom, hogy az emberek esetleg mit vétenek, és hogyan is, mit helyre lehetne hozni az életükből egy csomó minden, ha hajlandók és engedelmesek lennének. De nem lehet, mostanában egy olyan sértődős időszak van, ezzel egy kicsit gyengítik az emberek magukat, mert nagyon könnyen még a keresztények is megsértődnek. Sőt, akikkel legjobbat teszed, azok a legjobban. Tehát itt van, hogy őrállóul adott Isten, és ha szót hall, intsük meg, ugye, az ő nevére. Ha azt mondom, hogy tetlennek, halálnak halálában halsz meg, és te őt meg nem inted, és nem szólasz, hogy visszatérítsd a hitetlent az ő gonosz útjáról, hogy éljen az a gonosz tevő, az ő vétke miatt hal meg, de a vérét a te kezedből kívánom meg. De ha te megintetted a hitetlen, és ő meg nem tért hitetlenségéből és gonosz útjáról, az ő vétke miatt hal meg, de te megmentetted magadat. És ha elfordul az igaz az ő igazságától, és cselekszik álmokságot, mint a keresztényekről is szó van, figyelj, itt van a hitetlen világ.
Oda a küldésnek, hogy hát üdvözítsük. Azt mondja, nem. Azt mondja az ige, egy-két intés után kerül belőtetlen. De itt van az igaz. Kik az igazak? Mi? Isten gyermekei. És ha elfordul az igaz ő igazságától, és cselekszik államságot, és beteg eléje megbotránkozást, ő meg fog halni, ha meg nem itted ő. Védke miatt hal meg, és elfelejtetne igazságai, melyeket cselekedett, de a vérét a te kezedből kívánom meg. Ha pedig te megintetted azt az igazat, hogy az igaz ne védkezzék, és ő nem védkezik többé élvénél, mert engedett az intésnek, és te megmentetted magadat. Rengeteg igazság van, ez nekünk szól keresztényeknek. Tehát, ha valaki keresztényként igaz, igaz emberek vagyunk, elfordulunk az igazságtól, álmokságot cselekedünk. És ugye megbotránkozás jön. És ugyan nem igazítjuk ki, mint önálló, hanem igazítom ki, ő meg fog halni. Ha nem intettem meg őt a vétke miatt, hal meg a vétke miatt, és elfelejtetnek az igazságai. Rengeteg nagy dolgok vannak ebben. Figyelj, lehet, hogy 20 évig igazságosan él. De ha nem akar megtérni, akkor itt van. Ugye elfelejtetnek még az is, amit cselekedett jókkal. Nagyon komoly igeversek ezek, ugye, amelyet cselekedett, de a vérét a te kezedből kívánom meg. Ha pedig megintettem azt az igazat, hogy az igaz ne védkezzék, és ő többet nem védkezik, és azt mondja, úgy van rőnálom, úgy van pásztorom. Néhányan ilyenek vattok. És azt mondjátok, igen, igazad van. Megintette, megtérne bőle. Akkor már engedett az intésnek, én is megmentettem magam, ő pedig megváltozott. De mi van itt azzal, aki ugye megbotránkozott? Ő meg fog halni, azt mondja, hát most nem azt mondom, ez nem úgy fog meghalni, hogy azonnal összeesik és meghal. Tehát Istentől távolabb kerül. Hát az Úr útjára lekerülni az nem egy könnyű dolog, és azt mondja, meg nem inted őt, a vérke miatt hal meg, mert hitetlenségbe kerül, érted? Nem is látják, hogy milyen nagy galibában vannak, és milyen nagy engedetlenségre Istennel. Azt mondja, és védke miatt hal meg, és elfelejtetnek az igazságai. De a védét a te kezedből kívánom meg, vagyis, ha nem intem meg, mint ő ráluk, az illető, akkor én kerülök bajba. És azt fogja az Úr mondani az elszámolás napján, fiam, nem intetted meg X és Y-t. A vérét a te kezedből kívánom meg, és nem tudom, milyen büntetés lenne nekem. Tehát én nem akarom ezt. És bizony ezzel néha gyengítik az emberek magukat, hogy nem engedik önmagukat, hogy meg se, még csak mi is példálózkodjon rá, hogy ebben vagy abban ki kell magukat igazítani. Az emberek minket is pásztorokat, őrállókat meg akarnak gyengíteni. Mert lehet, hogy valami rossz tulajdonság van, amit nehezen tudnak elfogadni magukban. És a legtöbbször azt mondják, hát kérem szépen, a világ miatt van, X és Y miatt van, a pártok miatt van, a pásztor miatt van, X és Y miatt. És akkor így megúszták a felelősségvállalást, és így elmondhassák, hogy nem ők tehetnek róla. És ezzel önmagukat is gyengítik el, Isten mindig az igazságot tudja, tehát Istennél nincs semmi, amit el lehetne leplezni, Isten a szívek vizsgálója, a veség fürkészője, átvilágít mindannyiunkat, mint egy röntgen sugár. Tehát lehet, hogy azt mondod, hogy te nem vagy felelős egy adott helyzetben. Azt mondod egy felelős egy helyzetben, hogy nem, semmi nem az én hibám, mindenki másé a hiba. A férjemért, a feleségem, a gyülekezeté, a pártoké, az országomért, mindenki. És így átmenetileg megkönnyebbülnek az emberek. Nagyon kell vigyáznunk. Lehet, hogy a maguk szemében megúszszák a felelősséget, és szíthassák a környezetet, a világot, a pásztort, a férjet, feleséget, de így nem jutnak közel a megoldáshoz. Az egymásra mutogatás nem visz Istenhez közelebb. Amikor Ádám bűnbe esett, és mutogatott Évára, akkor nem került Ádám egy előnyösebb helyzetbe, mint Éva. Ugyanakkor Éva mutatott a kígyóra, a kígyó egy nagy előnyhöz jutott az ő engedetlenségük által. Tehát nem jutottak Istenhez közelebb, a sátán pláne nem, hisz ki van még a mennyországból is tiltva, és a vérrel minden meghintetett, hogy a sátánnak semmi ott ne legyen, de Ádám és Éva sem került ám
Istenhez közelett, sőt, Isten elküldte őket az Édenkertből. Tehát ezt a felelősséget, hogy egymásra hárítjuk, ez nem megy Istennél. Nekünk vissza kell menni az önkritikára, önmagunkat kell megvizsgálni, hol rontottuk el. Mert az ember hajlamos arra, hogy másokra fogja, amiért ő olyan, amilyen. És mindig neki van igaza, és ő mindent megtesz, úgy gondolja. Ha a kritikát kaptál a munkahelyeden, a családban, a legtöbben ilyenkor vagy elhagyják a gyülekezetet, vagy nyalogassák a sebeiket. És azt mondják, igen, mindenki undok az én környezetemben, és elkezd ítélkezni mások felett, és a felkentek felett. Felkentre pedig nem szabad ítélni a felkentet, Dávid sem ítélte meg. Ugye Sault, aki hosszú 16 évig üldözte, lehetősége lett volna, hogy megölje. A felkent az Istennek a kenetébe van, és Istennek az ernyője alatt, és felkent ellen nem fújhat senki, mert ítéletet hoz magára. Tehát nem szabad a felkentek ellen ítélkezni, sem önmagunk, sem mások felett. Valójában ilyenkor, amikor az emberek meg van bántódva, akkor nem a világ, nem is a pásztor bántotta meg, hanem ők magukat bántották meg. Amikor valaki mélyponton van, és mindent rossznak érez, és amikor az ember elér erre a mélypontra, akkor kell megvizsgálni magunkat, gondolkodnod, hogy ne csinálsz negatívan akár. És ezzel a szellemiséggel kimennek a világba az emberek. És valójában magunkon hordozunk, azt érzékelik az emberek rajtunk. És amikor egy ilyen rossz szellemiséggel vagyunk együtt összekötve, hát bizony az át is rá tud ragadni. A világ is érzékelni, ami rajtunk van. Hasznos lenne, ha valaki mélyponton van, hogy elgondolkodjon, lecsendesüljön, és magába szálljon, és alkosson egy kritikát, úgy szálljon magába, hisz a tépozó fiú, most jött ez nekem, hogy a tépozó fiú magába szállt, ugye? Hogy érkezett az apja ellen, és bántotta, ugye, ott kivette a részét az örökségből, és ugye elment, és hát nagyon rossz körülmények közé került. Tehát amikor bántanak valakit, és fölhangosítja a belülről jövő dolgokat. Volt egy példával szeretném talán jobban megértitek ki, hogy volt egy asszony, akit elhagyott a férje egy fiatalabb nőért. Ez egy vidéki városunkban volt, és nagyon-nagyon szomorú volt az asszony. Mondtam neki, fogsz társra találni, hát Isten kárpótolni fog téged, egy nagyon jó férje. És akkor azt mondta, hát az is el fog engem hagyni. Mondtam, ne ezt építs be magadba, a legjobbat szólíts magadnak elő. És tudjátok, a 3-4 kapcsolata lett, és az asszony mindig attól félt, hogy elhagyják. És a végén tényleg mindenki elhagyta, és ma már egy magányos asszony, kint él valahol egy falu szélén, önmagába és kesereg önmaga felett. Pedig ennek nem így kellett volna lenni. Mit építünk magunkba? Tehát ne gyengíts magadat a rossz dolgokat. Ne gyengítsétek magatokat az, hogy a múltban valami rosszul sikerült. Az nem azt jelenti, hogy ha tegnap elrontottam a rántást, akkor majd se elfogom. Vagy tegnap megcsipett a méheske, akkor majd is meg fog csípni. Nem. Lépjél túl rajta, lépjél rá a problémára, hátad mögött hagyjad, ne gyengíts magadat. És végezetül szeretnék egy kicsit az Úrnak a fenyítéséről, a pásztornak inteni, fedni, buzdítani, bátorítani kell. Az intés, a fedés, az nem a fenyítés. És szeretném ezt letisztázni, mert néhányan az Urat is bántsák, hogy az Úr miatt történnek dolgok. Ez pedig nem így van. Isten egy szabad akaratot adott nekünk,
az Úr jó Úr, egy dicsőséges Isten, Zsoltár 12:1-2, akarja mi is, akiket a bizonságoknak így nagy felege lesz körünk, félretéve minden terhet és megkörnyékező bűn, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdöket. Nézvén a minden fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte lévő örömet keresztet szenvedett, nem tekintvén a gyalázatot és Isten királyi székének jobbjára ült. No! Jézusra nézünk, a jutunk fejedelmére, bevégzőjére, és Jézusnak persze nincs szüksége, hogy tesztelje a mi hitünket. Jézus nagyon sok ellenszegülővel nézett szembe, és ezt az ellenállást tudjuk, hogy a bűnösöktől kellett elszenvednie. Ha megnézzük a zsidó levél 12:4-5-öt a továbbiakban, nem, illetve a 5-öt, hát elfeledkeztek-e az intésről, amely néktek, mint fiaknak szól. Fiam, ne vesd meg azoknak fenyítését, se meg ne lankadj, ha ő dolgál téged. Mert akit szeret az Úr megdolgálja, megostoroz pedig mindenkit, akit fiává fogad. Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival. Mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apa? Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, amelyben mindenki részesül, akkor fatyak vagytok és nem fiak. Aztán a mi testi apáink fenyítettek minket, és mi becsültük őket, avagy nem sokkal inkább alávetjük magunkat a szellemek atyának is élünk. Azok kevés ideig tetszésük szerint fenyítettek, ő pedig jobbunkra, hogy szentségbe részesüljünk. Bármely fenyítés ugyan pillanatnyilag nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ám de utóbb az igazság békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa megedződtek. A napokáért lecsüggesztett kezeket és az elmakadt érdeket egyenesítsétek föl, és lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt inkább meggyógyuljon. Kövessétek mindenki irányába a békességet és a szentséget, amely nélkül senki nem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy Isten kegyelmétől senki el ne hajoljon, hogy a keserűség bármely gyökere felnövekedve zavart ne okozom, és sokakat ne fertőzöm. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egy tál ételért eladta első szülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mert nem találta meg a megtérés útját. Noha könyvulatással kereste. És mit jelent az Úr fenyítése? Az Úr fenyítése két fajtája van a fenyítésnek. Elsősorban gyermeknevelést jelent. Azt jelenti, hogy kiavítani, vagy utasítást adni. És ez különbözik attól, amit az emberek hisznek. Amikor az Úr fenyítéséről beszélünk, akkor néha az emberek azt gondolják, hogy Isten tette rájuk a betegséget, a szegénységet és a tragédiát, ami az életükbe bekövetkezett. Az Úr fenyítése nem szegénység, hisz Jézus szegény élet érettünk. Nem betegség, hisz Jézus sebeiben meggyógyultunk, és Jézus által kerülünk a mennyországba, hanem egy olyan dolog, ami a Úrnak a fenyítése megáldja a te és én életemet, és győzedelmessé tesz minket az életünkbe. Az Úr fenyítése a keresztények számára a nevelést jelenti, a nevelést. Ha te újjászületett keresztény vagy, akkor az Úr fenyítése azt teszi az életedben, hogy erősebb leszel általa, hogy felnövekedj és megértsd Isten igéjét. És ez nem szenvedés. Isten a gyermekeit az ő igéje által neveljem. Isten szól hozzám, ebbe és ebbe igazítsam ki magam, akkor azt mondom, igenis Uram, megteszem ezt, ha nem teszem, az Úr meg fog fenyíteni. De az Úr fenyítése arra szolgálma, hogy téged is, engem is utasítson, hogy a Isten helyes útjait megtaláljuk. Az Úr fenyítése nevelést jelent, gyermeknevelést, hisz mi fiak vagyunk, gyermekei vagyunk az Atyának. Tanítani, nevelni, fegyelmezni, ugye ezt teszi. A büntetés oldal csak akkor jön, amikor valaki az Úrtól, akkor jön a büntetés oldal, amikor valaki folyamatosan ellenszegülésben van. Ez a második része az Úr fenyítésének. Akik folyamatosan ellenszegülnek, megtagadják, hogy Isten igéje. A Galata 6:7-8 azt mondja, amikor rossz dolgokat vetünk, az sajnos rossz dolgokat fogunk aratni. Ez Isten törvénye, amíg a Föld létszer, vetés és aratás létszer.
Dicsőség Istennek! Van a Galata levél 6. fejezet 7-8-as igéje. Ne tévejegjetek, Isten nem csukoltatik meg, mert amit vett az ember, azt is fogja aratni. Mert aki vett az ő testének a testéből, arat veszedelmet, aki pedig vett a szellemnek a szellemből, arat örök életet. A jó téteményben pedig meg ne restesüljünk, mert a maga idejében aratunk majd, ha el nem lakmadunk. Annak okáért, míg időnk van, cselekedjünk jót mindenkivel, de leginkább hitünk háza népével. Tehát amikor rossz dolgokat vettünk, rossz dolgot fogunk aratni. És ez nagyon komoly. Ezek nevelési útmutatók Isten szellemétől. És a szellem képes arra, hogy tanítson és utasítson téged is és engem is. Istennek nem kell problémát rád helyezni, mert a problémáktól nem fogsz erősebbé válni. Egyikünk sem. Nem Isten hozza ránk a problémát. Sokan azt hiszik, hogy Isten hozta rájuk, ezért haragudnak Istenre. De nem Isten. És tudjuk, most olvastam fel a zsidó levél 12-1-10-ig, hogy az úton jön a fenyítés, de az emberek eldöntötték magukban, hogy a betegség az úton jön, meg a katasztrófa is az úton van. Tehát még egyszer mondanám, a fenyítés az úrtól az egy nevelés is egyben. Az úr fenyítése egyrészt van a nevelésre, másrészt büntetés azokra az emberekre, akik folyamatosan engedetlenségben vannak. Akik nem Isten igéje alapján jártak, és nem is hallották meg, nem is hallgatják Isten igéjét, hangját. Tehát az új szövetség egy jobb szövetség, a kegyelem időszaka. Nem vagyunk törvény alatt. Az Úr fenyítése nyilván az emberekre, embereknek van. És ugye a gyermeknevelés, a 12-6, amit mondott, hogy hát részesülünk a fenyítésben. És Jézust is megostorozták, ez verést jelentett. De Isten nem ver, Isten az igével ostoroz. Amikor szembesülünk az igével, akkor el is csodálkozunk. Hé, ez van megírva az őrállónak, hogyha az igaz nem jól viselkedik, hogy akkor mi történik? Hát sokszor mondjuk, Isten igéje szól hozzánk. És szól hozzád is, mindegy, hogy fiatal vagy, öreg vagy, régóta jársz az Úrba, vagy csak kicsi vagy az Úrba. Ha nem egyenesíted ki magad, és nem tartasz bűnbánatot, akkor az ördögnek nyitsz ajtót. Itt utasításról van szó, amikor az Úr fenyítéséről beszélünk. Isten nem a mennyből jön le és megostorosz téged, szó sincs erről. A keresztények elmennek az Ószövetségbe, onnan vesznek tanításokat, de mi újszövetségi hívők vagyunk. Az Atya mindig az igével igazít ki, ostorosz meg idézőjelbe az igével. Ha valaki nem is érdekli, hogy mi beszél az Atya. Pál a korintusiaknak leírni dolgokat, és hát nem fogadtak szót. Tehát ha nem részesednénk ebben a fenyítésben, akkor nem lennénk fiam, hanem korcsok. Ha válasz, én nem akarok korcs lenni, én inkább elszenvedem a fenyítést. Nem tudom, te hogy vagy ezzel. Isten nem okoz törött csontokat, szegénységet, betegséget, balesetet, még rákot sem. És nem Isten teszi ezt rád. Ő egy áldó Isten. Ne hidd el az ördög hazugságát. Ez nem onnan, illetve ez nem a új szövetségből van. Isten az igével utasít téged, és sok problémától meg fog szabadulni, ha hiszed Isten igéjét. Tehát az Úr, amikor ugye megint, akkor a fiatnak szól a nevelés, és akit szeret az Úr, azt megdorgálja. És a megostorod azt jelenti, hogy a víz feledőjében most meg téged. Tehát Isten nem használja a csapást arra, néhányan azt gondolják a csapás, amikor én nem, akkor meg kell vizsgálni magunkat. Isten nem avval vonz téged ő magához. Isten nem használja a betegséget eszközként. Lehet, hogy valaki beteg, és van ideje a betegségén elgondolkodni, vagy a szegénységén, vagy a csapásán, hogy mi is van, de Isten soha nem helyez rá gonoszakat. Isten a megoldás Istene, Isten a gondoskodó Isten, Isten ajándékai tökéletesek, jó, nem gonoszak, nem rosszak, tehát Isten jóság, amiket megtérésre kell, hogy indítson, és tudjuk, hogy sokan rágalmazták Isten, de aki rágalmaz, ugye, hát azt fogja learatni. Isten terve az, hogy
Figyelj, elmondjuk, hogy a alkoholista Maya teszi tönkre. Se engedetlen, hát ő viszi vására a bőrét. És megsérti Isten törvényét, mert hát mindent szabad neki, de nem minden használ, és a mértékletességet akár nem tartsa be. Itt az idő, hogy mindenki megtérjen, ha megsértette Isten törvényét. Isten hosszú tűrő, és azt is elengedő, hogy akár őt elátkozza valaki, és de amit vettünk, azt le fogjuk aratni mindenki. És nem lehet bántani sem az embereket, sem Isten, sem a Szent Szellemet. Tehát mi az igazság? Ellenállnak az emberek, ellenszegülnek Isten törvényének, és ezért jön a rossz, mert Isten félreáll. Nem Isten helyezte az emberekre, hanem az illető vetett testének a pusztulása, tönketette a máját, tönketette az egész belső rendszerét, rossz dolgot vetett, ivott, jön az aratás, ugye? És ez csak még a gyengébb fárfaj, aki szép és engedetlen is Istennek, hanem mondanak a kábítószer és egyéb másról. És hát vannak, akik haragosok, és a maguk számára gyűjtenek haragot, és le is aratják. Istennek a jósága minket megtérésre kell, hogy indítson. És a testi apáinknak is engedtünk, ugye? És a földi apák, és tiszteltük őket, még akkor is, ha komoly dolgokat kikaptunk akár. Hát mennyivel inkább, ami drága atyám, ha minket megfejlik, kiigazít, mivel az igével nem jön és nem ostoroz meg minket. A sátán az, aki megostoroz. A sátán is ilyenkor kell elgondolkodnod, hogy mivel gyengíted magadat, hogy vigyázz, mert ez egy nem jó úton vagy, nem jó helyen vagy. Nagyon kérlek, hogy figyeljetek oda és vizsgáljátok meg, és tegyétek ezt helyre, hogy Isten nem ver téged, és nem csinál neked olyat, amit te úgy gondolsz, hogy az Istentől való, mert a sötétség oldaláról jön. Az Úr nem fenyít, az Úr az igével fenyít, az Úr az igével igazít ki téged. Dicsőség Istennek, hallgassatok erre a Jézus nevében. Amen. 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 A nagyon bölcseket hallottam.